Két év szünet után újra ünnepélyes keretek között köszöntötték az oktatási hivatal által meghirdetett tanulmányi versenyek megyei fordulóin dobogós helyezéseket elért kelet-nógrádi diákokat és felkészítő tanáraikat június 1-én az oktatási hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központjának díjátadóján. Az eseményen elsőként Lerné Forgács Marian, az Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központjának főosztályvezetője köszöntötte a résztvevőket. Közeledvén a 2021-22-es tanév szorgalmi időszakának zárásához ünnepelni jöttünk ma ide. A Salgótarjáni Pedagógiai Központ új épületébe, és ünnepelni hívtuk azokat a kisebb és nagyobb gyermekeket, diákokat és kollégákat, akik ismét bebizonyították, hogy van értelme a küzdésnek, van értelme a megmérettetésnek. Örömünnep ez a nap ma nekünk, felnőtteknek is. Különösen azoknak a pedagógusoknak, akik féltő gondoskodással és szeretettel, ugyanakkor kitartó határozottsággal követték az itt ülő fiatalok útját. Örömünnep ez a nap azért is, mert az elmúlt két év problémákkal terhelt nehéz időszaka után ismét együtt lehetünk. Kezet foghatunk, az elismerések átadása személyesen történhet meg. Az ünnepi beszédet követően adták át a megyei tanulmányi versenyeken elért dobogós helyezésekért az okleveleket és a díjakat. Összesen 29 kelet-nógrádi általános és középiskolás diákot jutalmaztak. Ezután az őket felkészítő tanárok vehettek át ajándékokat a tehetséggondozó munkájuk elismeréseként. A folytatásban röviden köszöntötte a diákokat és a tanáraikat Fekete Zsolt Salgótarján polgármestere is. Én azt gondolom, fiatalok, hogy nem másnak tanultok. Nem apának, anyának, nem a pedagógusotoknak, hanem magatoknak. És miért? Azért, hogy az életben minél jobban hely tudjatok állni, minél jobb pozíciót tudjatok majd elérni, mert az iskola után jön egy kegyetlen élet, amiben mindenkinek meg kell, hogy állja a helyét. És ehhez bizony azok állják meg a helyüket, akik a legnagyobb tudással, a legnagyobb szorgalommal, a legnagyobb kitartással rendelkeznek. Úgy gondolom, hogy itt ma ti, akik díjakat vettetek át, ezek a diákok vagytok az iskolába. Ezt követően Fekete Zsolt és dr. Huszár Máté alpolgármester egy-egy ajándékcsomagot adott át Salgótarján önkormányzata nevében a diákoknak. Zárásként a Salgótarjáni Tankerületi Központ is átadott két külön díjat. A megyei versenyeken dobogós nyugatnógrádi diákok és tanáraik köszöntésére június 2-án Balassagyarmaton került sor.